mindenki, ha ide kattintottatok, akkor talán érdekel benneteket a képszerkesztés világa, bár az is lehet, hogy csak eltévedtetek, de ettől függetlenül ne szaladjatok el, ne kattintsatok máshová, hiszen itt vagyunk a Photoshopban, és most egy-két perc alatt megnézzük, hogy hogyan lehet zajosítani, vagy inkább szemcsésíteni egy képet, ezúttal is persze okosan, úgyhogy akit érdekel, hogyan működik ez a dolog, tehát hogyan lesz egy ilyen sima képből, egy picit ilyen régies, szemcsésebb fotó, az a következő néhány percben tartson velem. Egy gyors trükk arra, hogyan hozhatsz létre utólag szerkeszthető zajosodást, vagy hát nevezzük inkább szemcsésedést a képen. Nagyon egyszerű az egész, először is itt a korrekciós rétegek között, vagyis erre a kerek ikonra kattintasz, és a rétegek közül létrehozunk egy solid color réteget, vagyis egy egyszínű réteget, ami színünk legyen középszürke. Itt alul beírod, hogy 80, 80, 80, és már is középszürkét kapsz, amit itt kitöltött a szoftver. Ha egy jobb klikket kattintasz ezen a sávon, és azt mondod neki, hogy raszterizálja ezt a réteget, akkor azt is fogja tenni. Erre azért van szükség, mert ezután rajzolgathatunk rá bármit, és hogyha itt a filterbe kiválasztod a Noise Add Noise lehetőséget, akkor már is látható, hogy micsoda zajt lehet rá generálni. Én itt a Gaust szoktam bejelölni. Az érték, hát az attól függ, hogy mekkora a fényképed, nálam itt olyan 45% közötti, és beszoktam jelölni a monokromatikus jelölőt is, hogy ne legyen színes az ajunk, hanem csak egyszínű legyen. Oké, és hogyha itt az összhatás módok között kiválasztod a softlightot, akkor már is szépen átüt az ajunk, amit utólag tetszés szerint csökkenthetünk, hogyha itt az opacity, vagyis az átlátszóság értéket csökkentjük, sőt, ha egy kicsit filmszerűbb zajt szeretnél, akkor ugye itt vagyunk ezen a rétegen még mindig, akkor a filter, blur és a gauss életlenítéssel egy pár pixeles, vagy talán még egy pixeles se kell, ez is persze a méretétől függ, tehát 0,5 és 1 pixel közötti elmosással, vagy akár egy picit nagyobbal ezt a csúnya erőteljes kontrasztú éles szemcsésedést filmszerűbbé tudjuk alakítani. Ez volt mára a zajosítás és szemcsésítés néhány trükkje. Aki megnézett, annak nagyon szépen köszönöm a türelmét és az idejét, és persze ne felejtsetek el feliratkozni. Sziasztok!